Üdvözlök mindenkit a 2023 Budget Gamer videókártyája Dióhéjban videóban, ahol már le is lövöm a poént, mert a kártya, amiről beszélünk, nem más, mint az RX 580 8 GB-os változata. Az RX 480, 580 és néha az 590 35-35 000 forint környékén beszerezhető használt piacon, amíg teljesítményben a 480-hoz hasonló, de csupán 6 GB VRAM-mal rendelkező GTX 1060 társa 40 000-től kezdődik. És még csak DLSS-t sem kapott, mert GTX-en pedig RTX-é. De ugye milyen nagy mázli, hogy az FSR-t meg mindenki használhatja. Természetesen a használt piacon a kártyák között kutatva kisebb árugrásokkal lehet azért erősebbet is találni, például 50 000 forint esetében már van Vega 56, Vega 64, GTX 1070, 1660 Super, 60 000 körül RTX 2060-ak, néha talán 5600 XT. Kicsit ilyen érzése van ilyenkor az embernek, hogyha ez belefér, akkor talán az is belefér, aztán így adunk ki 30 000 forint helyett 80-nál, ami amúgy teljesen érthető, hiszen ugye relatíve kisugrások az árban, de egyre nagyobb teljesítmény. Csak annyira kell figyelni, hogy hiába az erős kártya, ha bátlőnek kell a processzorod. A nálam lévő Sapphire Nitro Plus RX 588 GB egy két ventis példány, amely frissen pasztázott agy után egy rendkívül apró házban sem volt képes 75 fok felé menni. Még hosszabb játék teszt hatására sem. Relatíve hűvösnek merném nevezni. A test setup természetesen M.2 SSD-ből, 2x8 GB RAM-ból és egy 10. generációs i5-10400F-ből állt. Közben amúgy szeretném megköszönni, hogy elértük az 50 000 feliratkozót, srácok, ez a ti érdemetek, és ebből kifolyólag a Discord szerveren nemrég nyílt egy 50 000 feliratkozós Q&A, avagy kérdezfelelek szoba, ahová kérdéseket tehettek fel nekem április 23-ig vasárnapig, amiután elkezdem elkészíteni a régen megígért videót. Minden kérdező részt vesz egy meglepetés nyereményjátékban, illetve újra nyerhető egy Cségó K-skin a hellkész.com jóvoltából azon felnőtt feliratkozóknak, akik ismerik az oldalt, vagy ki akarják próbálni. Link a leírásban. Na térjünk is rá a játéktesztekre, minden esetben bal oldalon lesz az átlagos teszt, és jobb oldalon lesz az FSR quality beállítás. SSR! You need to have an exceptionally brilliant and dedicated mind to work here. Only the last living giant in Midgard. Who better to tell us the way? The World Serpent? Wait, do you know how to talk to him? Indeed. He speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Except, of course, for me. You do? That's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a sparkling conversation. You just said that, Namir. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved, a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Finally! That horn! Good. Now... Why is he doing that? Odin had that statue made in honor of Thor. And seeing as the World Serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it.
like Yuri called in the cavalry. 3D Mark Benchmark esetén, ha már szó volt a GTX 1060-ról, 480-ról és 580-ról is, egymás alá helyeztem őket, Firestrike és 3D Mark tesztek esetén láthatjuk, hogy a 480 és az 1060 eredménye rendkívül hasonló, az 580 pedig egy kicsivel azért mégis el tudta vinni az első helyet. Összességében azt tudom mondani, hogy az RX 580 jelenlegi árán a Budget Gamer egyik legjobb barátja, és az is marad egy jó ideig, amennyiben továbbra is 1080p a használt felbontás, és nem vetjük meg újabb játékok esetén az FSR bekapcsolását. Írjátok le kommentben, hogy nektek van, volt-e ilyen vagy hasonló kártyátok. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Devon voltam, sziasztok!